karácsony előtt egy héttel azért már mindenki érzi a kicsike szívébe, hogy közeledik az egyik legnagyobb ünnep és legszebb ünnep, a karácsony. Észrevetitek, hogy a városokban már kigyúlnak a fények, az emberek rohangálnak az ajándékok után. Sajnos ez nem olyan már, mint régen. Régen azért jobban megbecsülték ezt az ajándékozást. Most ugyan remélem, ti is ugyanígy meg fogjátok becsülni, és láttam már, hogy Magdi nénivel, Eszti nénivel már elkészítettetek különböző kis ajándékokat, kis ajtódiszeket, amit talán haza is visztek, és otthon meg fogják ezt a szüleitek becsülni, és biztos, hogy örülni fognak neki otthon. Ez az ajándék talán többet is ér, mint akár egy autó, vagy akár egy ház, vagy akármi, mert ezt a két kezetekkel készítettétek el, és ez sokkal nagyobb szeretetből jön, mint talán, hogyha megvennétek egy ajándékot, amiért pénzt adtok ki. Úgyhogy, ahogy mondják is, a karácsony a szeretet ünnepe, ez a szeretet, ez maradjon meg bennetek. Én kigyűjtöttem most néhány idézetet a szeretettel kapcsolatban, most olvasgattam délután az interneten, és szeretném ezt nektek felolvasni. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja házastársát. A szeretet barátságos, időszűke ellenére is. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és nem tudnak útban lenni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha nem múlik el. Tóth Zoltánné, karácsony este. Minden évben eljön a pillanat, melyet álmodozva vár felnőtt és gyermek. Finom illatok, a gyertya lángja, ajándékozás öröme, egy mosoly a gyermek arcára. Ez a csodák éjszakája, Jézus születése, melyet oly nagyon vártunk, azóta is minden évben kíséri az álmunk. Angyalaink ilyenkor láttatják magukat. Sok-sok mindent kíván, kicsi és nagy. Van, aki egészséget, gazdagságot, csilingelő szánt, égi érő nyalókát, vagy csak valakit, aki oda bújik hozzá. De egy mindenkiben közös, ez nem más, mint a szeretet. Csendes estén, körbeülve, imádkozva, elmerülve a múlt tanúságain, a jövő vágyain. A fenyőfát körbeállva felzendül a szeretet nótája. Apró gyermekek szeme csillan, fények játéka, melyet csodálkozva pillant. Pici izgalom, mi átjárja csepp szívét, várja Jézuskáját, vajon teljesíti-e az álmát. Felnőttek mosolyjal az arcukon, figyelik a rejtelmet, s eszükbe jut, mikor ők voltak gyermekek. Ekkor könnycsepp jelenik meg szemeikben, mert a szeretet most megfogható. Köztünk van, és nem csak bennünk. Így kellene éreznünk nap mint nap, mikor felébredünk. Az iskola lány és fiú példaképét választottuk meg, majd most Feri bácsitól meg fogjátok tudni, hogy ki az. Nem kell elkeseredni egyikőtöknek sem, mert valahol mindegyikőtök tud példakép lenni, meg valahol mindegyikőtökben lakozik egy kis csibéség. Mi azt szeretnénk, hogyha ezzel a példaképeknek a megnevezésével, valószínű, hogy ismeritek mindkettőt, tehát a fiút is, meg a lányt is, ők az idősebb korosztályhoz tartoznak, tehát a végzősök közül választottuk ki, akiknek figyelemmel tudtuk kísérni az iskolában úgy a tanulását, a kollégiumban való viselkedését, és ezzel szeretnénk egy picit arra célozni, arra utalni, hogy mik azok a pozitív jellembeli tulajdonságok, viselkedésbeli dolgok, amiket kellene követnetek, mert
elmondani nagyon sok mindent lehetne, de azt nem tudjátok annyira megjegyezni. Ugye minden ötödik mondatot az ember elfelejti, minden másodikat nem jegyzi meg, és talán a harmadikra odafigyel. Tehát körülbelül ez a... Mikor én diák voltam, én is körülbelül így voltam, most már csak minden negyediket jegyzem meg. A feledékenységem ugye most már kezd alakulni. De még Covingtont nem kell szednem, tehát mindegyik ötöket ismerem, és azért úgy nagyjából emlékszem is a dolgaitokra. Nem mindig teszem szóval, de azért emlékszem rá. Magamban nem tartom túl sokáig, de hogyha nagyon, valaki nagyon forszírozza, akkor azért előjut az emlékezetemből. Nem biztos, hogy minden tekintetben kifogástalan, akár az egyik, akár a másik illető, akit majd most meg fogunk nevezni, de a jó tulajdonságaik vannak többségben. Tehát ha mindenki belegondol önmagába, biztos, hogy tud felhozni olyan viselkedést, vagy olyan jellembeli tulajdonságát, ami nagyon jó, esetleg otthon is, meg még talán itt az iskolában is kapott érte dicséretet. Meg biztosan emlékszik olyanra is, hogy hát azért ezt nem kellett volna csinálni, vagy de jól odaraktam valakit. Most az lehet a évfolyamtársa is, kollégiumtársa is. Hát aztán, mint az Isten, még a tanárok is beleférnek ebbe a körbe, mert biztos, hogy volt már egy-két incselkedés. Mostanában olyan durvák nincsenek, mint mondjuk egy 4-5 évvel ezelőtt. Esetleg csak ilyen kis játékos csintalankodások vannak a tanárokkal szemben, de azért még most is előfordul. Ugye, Jáhor? Tehát, akiket most majd megnevezünk, nekik is voltak rosszabb napjaik, egy kis csintalankodásuk is, és én legalábbis személy szerint, de én azt hiszem, hogy mondhatom a tanári kar nevében is, meg az igazgató nevében is, tehát mindig a pozitív tulajdonságaitokat próbáljuk berakni a szívünkbe, ott megőrizni, és majd, amikor elhagyjátok az iskolát, akkor nagy valószínűséggel csak arra fogunk emlékezni. Tehát még a legcsibészebbek is gondoljanak erre, hogy nem a rossz tettekre fogunk emlékezni, hogyha elhagyjátok az iskolát, és majd szeretettel várunk mindenkit. A Péter tanár úr említette már ugye a szeretet ünnepét, a karácsonyt. Tehát én ugyanazt tudnám mondani, illetve még egy dologgal szeretném kiegészíteni. Ebben a tanári korban a tanárok azt a gyakorlatot követik, hogy először megbocsátanak, de azért bocsátanak meg, mert szeretnek valamennyien, valamennyi ötöket. És akkor mondanám a lány részektől, általunk most külön kitüntetésbe részesített személyt, ő pedig a Cséri Zsófia. Egy nagyon szép könyvet fogsz kapni, és hát, hogy ne örüljél annyira, ez is lovas könyv. Remélem, hogy megmarad, és egy elismerő oklevelet. Gratulálok. Jó, és hogy ne egyedül kelljen ezt a nagy terhet elviselni a Zsófinak, a fiú részekről pedig Jenei Sándor. Tehát az ő pozitív tulajdonságait próbáljátok követni, a negatívot meg elnézni. A továbbiakban az iskolának minden napokban van ajándéka, tehát ajándék az, hogy itt lehettek ebben az iskolában. Ez nem csak az iskola vezetésének az ajándéka, ez az iskola alapítójának is, fenntartójának is az ajándéka. Ezt a mindennapokban érzitek. Nem sok mindent kell fizetni a kollégiumért, ahol máshol szinte vagyonokat kell fizetni azért, hogy tanulhasson valaki. Ez a vacsora, ez pedig a közös együttlét jelképe lenne, tehát egy jelképes, kézzel vagy szájjal megfogható ajándék, úgyhogy jó étvágyat kívánok mindenkinek a vacsorához. Még a Péter tanár úr azt hiszem, hogy szeretne vendégeink közül megszólítani valakit, vagy valakiket. Igen. Mind a két személyt, akit előbb kiemeltem,
a polgármester asszont és az ügyvezető igazgató urat, őnekik kedveskedtünk mindenki, mindegyik őjüknek egy kis ajándékkal. Az egyik ajándék a polgármester asszonynak, amelyet az egyik fiatal tanulónk készített. Úgy szeretné átadni. Köszönöm mindenkinek. Nekem is boldog új karácsony. Köszönöm szépen, hogy emlékeim között meg tudom őrizni, és különlegesen elegáns helyre fogom tenni, mert ezt tök kaptam. Boldog karácsonyt, és innél több értéket vigyenek magukkal vámonlából, mert a jövő az önöké, és sikeres munkát ott a tanulmányunkban. Köszönöm szépen, igazán nagyon kedves. Felteszem a volt gyűjteményembe, és ennek sok sikert a tanulmányomban. Köszönöm. Köszönöm. Jó.